Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek a néhány percnek a témája egy elfelejtett nép egyedi műtárgyairól szól. Mi is az, hogy egy elfelejtett nép? A Kárpát-medence történetének körülbelül Krisztus előtti 4. századától kezdve minden itt megtelepedett népnek a nevét ismerjük. Kezdtünk a keltákkal, a szkítákkal, és folytattuk sorba a különböző germán és keletről érkezett népekkel. Tehát ismerjük a hunok nevét, ismerjük a gepidák, a longobárdok és a pici apró germán népek nevét, olyanok, mint herulok. Tehát egy sor nép nevét ismerjük, ismerjük a magyarok nevét. És van egy nép, aki a 8. században, Krisztus utáni 8. században a Kárpát-medence ura volt. Ezt úgy hívja a régészet, hogy kifesindás kultúra. Két probléma van ezzel a társasággal. Az egyik az, hogy nem tudjuk, hogy önmagukat hogy nevezték, a másik az, hogy nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszéltek. Ezért a régészet, miképpen egyébként az őskori kultúrákban általában elnevezte valamiről ezt a népet. Ugye az őskorban vagy egy jellemző területről, például tiszai kultúra neotikumban, vagy körös kultúra neotikumban, vagy egy motívumról, mint például alföldi vonaldíszes kultúra neveznek el népeket. Hát mi is elneveztük ezt a népet griffes indás kultúrának. A 8. században élek ugye a Kárpát-medencébe, közvetlenül a magyar honfoglás előtt. Mitől is griffes indás kultúra a griffes indás kultúra? Itt látható előttem egy tábla, egy öcsödi temetőből származó síranyagot tettem föl, több sír van, 3 sír van föltéve erre a táblára, amiből nagyon jól látják, hogy mitől griff a griff. Tetszenek látni? És mitől inda az inda? Igen ám, de itt is már találkozunk azzal az egyedi műtárgy problémával, hogy mennyire lehet ezeket a tárgyakat tulajdonképpen egymással rokonítani. Miképpen tudjuk azt mondani, hogy egy ötvös műhelyből készült ez? Ha picit megnézzük ezeket a tárgyakat, akkor látjuk azt, hogy itt két griff egymással szemben áll. Ez itt egy évű garnitúra, ez úgy jelenti, hogy 60. sír, nincs jelentősége. Mellette van egy következő griffes garnitúra, ahol mit látunk? Azt, hogy van egyetlen egy darab övveret, ami pontosan úgy néz ki, mint a másik, ez egy másik sír, mint ebben a sírban az összes öv. Mit is jelent ez? Hogy ugyanabban az ötvös műhelyben készült mind a két garnitúra. De menjünk tovább! Mitől ez griffes indás az egész? Attól, hogy ugye ez egy indadíszes garnitúra, de ha megnézzük a griffeseket, és fogjuk magunkat, és ide külön kitesszük mondjuk ezt a két kis szívéget, mit látunk? Hát ugyanaz. Mind a két kis szívégen egyforma díszítés van, méghozzá pontosan, ugye látjuk, ugye, egy griff madár. Fordítsuk meg ezt a szívvéget, mit látunk? Indát, méghozzá pontosan egyforma indát. Mit is jelent ez számunkra? Hogy ez ugyanaz ötös műhelyből készült, sőt ugyanak az ötösnek a kezéből készült. Na de menjünk tovább, ha már itt tartunk, ugye azért nézzünk meg itt valami mást is. Tehát nézzük meg az első garnitúrának a övdíszeit. Tetszett látni? Ez az övdísz, és ez az övdísz, és tegyük meg itt egymás mellé, hát nem ugyanaz? Az egyik egy ónozott garnitúrából származik, ami azt jelenti, hogy ezüstnek látszott, a másik egy bronz garnitúrából származott. Ez nyilván valamiféleképpen az egyedi műtárgynak a közösséghez tartozó részén, tehát aki viselte annak a közösségben való, hogy mondjam, rangját is jelzi. Tehát azt látjuk, hogy van egy bronzból készült garnitúra, van egy ezüstözött, ónozott garnitúra, és mind a kettő valamikor ugyanabban a műhelyben készült. Ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy volt egy nagyon jó ötös műhely ebben a közösségben. Tehát itt arra szerettem volna rávilágítani a dolgokat, hogy itt egyedi műtárgyakról van szó, amely egyedi műtárgyak egy rendszert alkotnak, és ez a rendszer tulajdonképpen megmutatja a közösségen belüli
különböző szinteknek, társadalmi szinteknek a jelenlétét. De hogy ne csak fémeket nézzünk meg, néhány terelmi a tárgyat, és néhány más lehetőséget is vázoljunk föl. Nyilvánvalóan ekkor is volt iskola. A gyerekek ekkor is gyerekek voltak, és bizony ők valamilyen formában meg kellett, hogy tanulják a mesterségeket. No hát, erre szeretném bemutatni ezt a kis sütőharangot. A sütőharang egyébként a 8. század egyik jellegzetes edény típusa. Ez azért van, mert ezzel sütötték meg a húst. Ezt ha szépen van egy szabadtéri tűzhelynek, van egy platnia, ráteszik a magát a húst, szépen ráteszik így a sütőharangot, és akkor a sütőharang alatt szépen megfő vagy megsül a hús, attól függően, hogy van egy luk rajta, vagy nincs egy luk rajta. Ha van rajta a luk, akkor sül a hús, ha nincs rajta luk, akkor fő a hús. Na most ezt ugye mindenki látja, hogy ez egy icipici tárgy. Ez egy alig, mit tudom, 6-8 centi átmérőjű kis sütőharang, ez a, nem lehet semmit csinálni. Nyilvánvalóan itt tanították meg azt a gyermeket, a fazekasok, az akkori fazekasok, hogy hogyan kell elkészíteni a nagy tárgyat. Tehát ez mint egyedi műtárgy jelenik meg, hiszen a gyerekeknek ez volt a tanulóeszköze. Eszembe jut, hogy mostanság a régészet, a múzeumok éjszakája alkalmából egy sor helyen hasonló fazekas termékeket készítettek a gyerekek saját maguknak. Tehát nincs új a nap alatt. És végül hagyd mutassak be egy olyan műtárgyat, amiben nincs a Kárpát-medencébe. Sőt, egyáltalán nincsen párhuzama. Ez egy kétnyakú edény, kendeles telekhalmból került elő, egy avar sírból, és ennek egyszer nincsen párja. Nincsen párhuzama, annyira nincsen párhuzama, hogy megpróbáltuk a néprajzi anyagban, az újkori néprajzi anyagban föllelni a párhuzamát, egyszerűen kiderült, hogy egyetlen egy párhuzama akad, egy szentendrei fazekas csinált egy párhuzamot, ezt másolta le. Egyébként ennyire nincsen semmiféle párhuzama, sem a régészeti anyagban, sem pedig a néprajzi anyagban. Ezzel a pici kis bemutatóval annyit szerettem volna érzékeltetni, hogy az általános és nagyon fontos tendenciák ismeretében tudjuk tulajdonképpen igazából értékelni az úgynevezett egyedi műtárgyakat. Ezek egyedi műtárgyak, ezek mindig különlegességet jelentenek, és meg kell találni a helyüket az általános kulturális közegben, jelen esetben az úgynevezett diferenciáltás kultúrában.